A streamben reggel, amikor összetelefonáltunk, akkor azt mondtad, hogy mi már találkoztunk egyszer, amikor én nagyon kicsi lehettem. De azt nem mondtad el, hogy mikor. Azt én meg nem mondom neked, hogy hány éves lehettél, de az, hogy voltam fönn nálatok, mert édesapád valamit csináltam, vagy szerkesztett, vagy valamit ő csinált, de én azt mondtam neked, hogy te emlékszel-e arra, amikor úgy találkoztunk, hogy nem találkoztunk. Volt a rádiónak, még a régi, hát az, miről beszélek, egy olyan műsora, hogy Karinti színpad, és abban volt egyes színészek közé, köré rakva műsor, volt egy Gálvölgyi est. És abban Kaposi Miklós egy fiatal kezdő riportert elküldött, hogy csinálja riportokat, vagy hát véleményeket szedjen össze Gálvölgyiről. Ebben volt a Mensárosnál, a Kálmán Gyurinát, én meg voltam ott. És a fiatal riportert úgy hívták, hogy Geszti Péter. Emlékszel te erre? Hát most, hogy így mondod... Emlékezned kell, bocsáss meg, mert volt egy kazettám, amit kölcsönadott neked egyszer a lányom, amit 40 éve nem adtál így vissza. Van. Ez kétségtelen, most ezt így mondod, tényleg. Szóba hozom ezt a de nem hoztam el, de majd megkeresem otthon. Azt mondtad átjátszod, de mindegy, hagyjuk meg. Tényleg nem ez értem. Hát igen, az édesapám a Magyar Rádióban dolgozott, és így jutottam oda, és hát Kapos Miklós egyébként a egyik legjobb barátja volt. És hát látod, rögtön majdnem könnyek szöknek a szemembe, mert olyan időket idézel fel, amikor még nagyon más világban éltünk, és amikor... Gondolod? Hát... Most is más világban éltünk. Nem még ebben a világban vagyunk.